Befejezték a sepsi -Szent Györgyi Mikes Kelemen elméleti liceum felújítását. A háromszéki oktatás egyik nagy múltú tanintézmények felújítási munkálatai 2017-ben kezdődtek el, azonban a támogatások hiánya miatt csak mostanra a tanintézmény fennállásának 145. évfordulójára sikerült befejezni. Az elkövetkező időszakban felújítják a Székely Mikó kollégium főépületét és a Mihály Vitiázó főgimnáziumot, a Kóskároly Szakközépiskola tatarozásán pedig már dolgoznak. Csodaszép, impozáns épületben tanulnak a diákok a Sepsis Szentgyörgyi Mikes Kelemen elméleti liceumban. A főépületen felújították a tetőszerkezetet, a homlokzatot, melyre visszakerült a régi díszítő ellen Magyarország koronás kis címere, így a főépület a felújítás során eredeti alakját nyerte vissza. Ugyanakkor megújult a kazettás mennyezettel ékeskedő főbejárat, a névadó emlékét felmutató folyósok, az osztálytermek, a tanári szoba, a díszterem és az iskola udvara is sokat költöztünk, sőt minden rendszerváltás vagy impériumváltás során költöztünk, uh, és talán ez volt az első alkalom, hogy 30 év után, egy, 30 éve vagyunk ebben az épületrészben, 30 év után végre felújításra került, és teljes mértékű felújításra került sor. Uh, mi végig kollégáim is, diákok is. Uh, az előző egy év nem volt könnyű, mert föl kellett adjuk ezt az épületet, tehát más épületrészekbe kellett átköltöztetni az osztályokat. Mindenki azt mondja, hogy jó sikerült ez a felújítás. Az iskolaépület felújítása 4 millió 700 000 lejbe került, amiből 4 millió 100 lejt a helyi fejlesztések országos programja támogatott. A fennmaradó összeget a Szent György önkormányzat fedezte. A Györgyön ragaszkodunk hozzá, hogy a gyerekeknek megfelelő körülményeket biztosítsunk, a, mi az oktatást illeti. Az infrastruktúra e, javítása, ápolása az, az önkormányzat feladata, és ezért ebben tudunk mit tenni. Másik szempont természetesen, hogy a régi épületeink visszanyerjék régi pompájukat, és lehetőleg visszakapják a régi diszeit. A tervek szerint az elkövetkezőkben felújítják a Székely Mikó kollégium főépületét, bentlakását és a Mihály Vitiázul főgimnáziumot, mely műemléképület. Ugyanakkor már dolgoznak az egykori Kóskároly szakközépiskola épületén is. A felújítás után a belvárosi ingatlant a Székely Mikó kollégium elemi osztályos tanulói veszik majd birtokba.